estét kívánok, köszöntöm kedves nézőinket, Nagykunsági Krónika közéleti magazin műsorunkat látják itt a Karcag Televízióban. Kérem, tekintsék meg mai műsorajánlónkat. Több mint 500 kondérba rotyogott a birka Karcagon a 20. birkafőző fesztiválon. Az igazi hungarikum pörköltbe a birka minden részét beleteszik, a fülétől a farkáig. Egy mondattal azt tudnám mondani, hogy fülétől a farkáig belekerül ebbe a pörköltbe minden. Egy igazi karcagi birka pörkölt ott kezdődik, hogy a juhodályban kiválasztjuk azt az állatot, ami megérett arra, hogy megfőzzük. Igazi fűszereket teszünk bele, amit az őseink is használtak már, száraz fűszereket, paprikát, hagymát. Ezeket úgy alakítjuk ki, hogy azoknak az embereknek, akiknek kínáljuk, ízvilágban oda kerüljön, hogy mindenkinek elégedésére legyen. Igazából sót, paprikát, hagymát olyan elegybe teszünk bele, hogy mindenkinek megelégedésére legyen. Őseink már kitalálták, hiszen azokban az időkben nem voltak még ízfokozók. Igazából ennyit tudnék mondani, hogy a karcagi birka pörköltbe kell az igazi karcagi birka, kellenek azok a száraz fűszerek, amiket ők kitaláltak, és nem kell túlszínezni. Egy főzőnek szeretni kell azt, amit csinál, és igazából ennyi az egész. Kiknek az étele volt igazán ez a pörkölt, ha már tradíciókról beszélünk? Ez az étel, azt gondolom, hogy a királyok is ehették már, de igazából a pusztában főzték ezeket az ételeket, és mint ahogy az előbb mondtam, a pásztor kivitte a tarisznyájába, tanyájára azokat a száraz fűszereket, amiket nem kellett hűteni, és azokkal főzte meg. Ezek az emberek csak azokat a kemény ízeket alkalmazták, hogy só is érződjön, a paprika is, ne olyan legyen, mint egy tejbegríz, mert azt otthon tudnak enni. Erre tudtak inni, és tudtak utána jót mulatni. A mai korban talán újra reneszánszát éli a bográcsos ételek főzése, akár a karcagi birkapörkölt is. Miért lehet ez most újra úgymond ennyire népszerű? Azt gondolom, hogy divatból is főznek ma már, de ez jó. A divat az mindig jó, mert egy kicsit fellendíti azt, ami el akar ülni. Én nagyon szeretem és kedvelem azokat a barátaimat, akik most kezdenek el főzni, és csak táplálni, ösztönözni tudom azt a tüzet, ami ég bennük. Úgy látom, hogy fellendülőben van a népi ételek főzése, a népi kultúra, a magyar kultúrának ez egy olyan szeglete, amit nagyon örülök, hogy megtaláltunk, és újra tudunk éleszteni, hiszen lehet itt a művészetről és a táncról, a nótáról beszélni, de kell mellé az az energia, amit az étel ad. A gasztrokulturális fesztivál célja az, hogy a kunsági hagyományokat megismerjék a Karcagra látogatók. A rendezvény elsősorban a hagyományőrzésről szól, arról a több száz éves hagyományról, amely a birkapörkölt főzéséhez, a hozzá kapcsolódó családi hagyományokhoz, tradíciókhoz kapcsolódik. Elsősorban ugye családi és baráti társaságok jöttek el ide a rendezvényre, most már 20. alkalommal fogadták el meghívásunkat, és hát ápolják a hagyományt, azt a hagyományt, amely fölkerült a hungarikumok listájára is, úgyhogy már az illatok, igaz, hogy a televízión keresztül ez nem megy, de az illatok, és most már lassan az ízek is, majd remélem, hogy csalogatják a vendégeket. Mennyi bográcsban fő az étel? Épp az előbb végeztek a kollégák azoknak a dokumentumoknak az összegyűjtésével, amely egy ilyen rendezvényhez szükséges. Úgyhogy 340 lábasban, bográcsban, kondérban fő a birka pörkölt, ami, ha tudjuk a hagyományt, hogy egy lábas, egy birka, akkor azt kell mondanunk, hogy 340 birkatest fő a mai napon. Csak birkát lehet főzni, vagy egyéb különlegességek is készülhetnek?
A versenyben természetesen csak és kizárólag birkapörköltel lehet nevezni, de hát ismerve a családi társaságokat, baráti társaságokat, elég sok minden más is fő. Én láttam pacalpörköltöt, pincepörköltöt, és még sok-sok különleges gasztronómiai alkotást. A Nagykunságban a birkafőzés tudománya családi hagyomány. Ez olyan hagyomány itt a Nagykunságban, a Karcagon, amely megmozgatja a családokat, ismerősöket, Karcagról elszármazottakat, és hát nagyon sok híve van már a karcagi birkapörköltnek szerte az országban, nagyon sok ismerősöm jön akár Budapestről, a Dunántúlról, erre a napra, és hát jól érezzük magunkat, és egy finom ételt teszünk. Egy olyan ételt, amely benne van a Kunság tradícióiba, Karcag hagyományaiba. Tradíciókról beszélünk, egy kitüntető címet is elnyert már ez a pörkölt. Mi ez, és miért érdemelte ez ki? Hungarikum igazából egy ételnek nem az, vagy egy embernek nem az adja meg igazából a minőségét, hogy milyen címeket kap meg, mert a karcagi birkapörkölt önmagában is nagyon finom, de nagyon büszkék vagyunk benne, hogy a hungarikumok közé került, és egy olyan étel, amely apáról fiúra száll a receptje, azokat a hagyományokat, azokat a szigorú recepteket követjük mindannyian, és hát én is, ahogy a szüleimtől, nagyszüleimtől, idősebbektől tanultam meg a főzést, a gyerekeim is ebben nőnek fel, a fiaim is ebben nőnek fel, és tanulják azt, és mikor már annyi idősek lesznek, önállóan főznek majd ők is birkapörköltet, és bízom benne, hogy több száz évig még fennmarad ez a kitűnő és finom hagyomány. A birkatartás a hazai gazdaság egyik húzóágazata. Évente 60 ezer tonna birkahús termelnek a gazdák. Ha az egy főre jutó hazai fogyasztás azonban nem éri el az egy kilót évente. A magyar birkatartásnak hagyományai vannak, és egy fontos gazdasági ág. Évente körülbelül 60 ezer tonna birkát állít elő idézőjelbe ez az ágazat, és ebből 14 ezer tonnát exportálunk is. Ez évente körülbelül 12-13 milliárd forintot jelent bevételként, exportbevételként az országnak. Ebből nagyon sokan megélnek, ebből nagyon sok olyan hagyomány is következik, amit viszont fönn kell tartani. Ezért vagyunk ma itt a Birkafőző Fesztiválon. A szülőföld szeretetén túl ez arról szól, hogy a következő generációk illeszkedjenek bele, tanulják meg a birkakészítésnek a fortéjait. Azért örülök annak, hogy nagyon sok olyan idős főző, mestert, embert láttam, aki mellett otthon már egy fiatal, aki a szakmafogásait lesi el. Az ilyen fesztiválok mennyiben segíthetik azt elő, hogy a birka ételek, a birka pörkölt még kedveltebb legyen itt van? Nagyon bízom benne, hogy így lesz. Évente körülbelül 70 dekagram birkahús fogyaszt egy átlag magyar, ez nagyon kevés, ennél több kellene, hiszen egy egészséges ételről van szó. Ezek a rendezvények ahhoz is hozzá tudnak járulni, hogy aki esetleg még nem kóstolta, vagy egyszer egy rosszat kóstolt, az eljön ide és megkóstoljon egy igazi jó karcagi birkapörköltet. A Hungarikum karcagi birkapörköltet a világ minden táján ismerik és szeretik, hiszen az ország határokon túlról is érkeztek vendégek és versenyzők is a Nagykunság fővárosába. Egyedülálló népi hagyomány a karcagi birkapörkölt elkészítésének a módja, mindaz a kultúra művelődés, ami hozzá kapcsolódik, és most itt a 20. karcagi birkafőző fesztiválon elmondhatjuk azt, hogy két évtized alatt Magyarország egyik meghatározó gasztronómiai néprajzi jellegű rendezvényévé fejlődött, hiszen több százan főznek, a részvevőkör, érdeklődőkör tízezes nagyságrendű, egy igazi kötetlen program ez, amelyre az ország legtávolabbi része, sőt külföldről is nagyon sokan érkeznek. Elmondhatjuk azt, hogy újra népszerű lett a birkapörkölt, a karcagi birkapörkölt? Újra népszerű, újra az érdeklődésnek a homlokterében van, ezt mutatja az is, hogy a legkülönbözőbb területekről jönnek ide főzők, nem csak a Kunságból, és a rangja, mint Hungarikum, az a hagyomány, amely hozzákötődik, és például olyan kapcsolódunk, mint a pálinka, eredetvédett a nagykunsági szilva, és a bírsalma pálinka, és a helyi sütemény, a Ferdinánd, például mind-mind egy egységes értéket képvisel. Nagyon sok fiatal főző van, ez azért biztató, hogy látszik, hogy fönn fog maradni ez a hagyományos étel, és mindaz, ami hozzákapcsolódik. Dobos László polgármester úrral beszélgetünk, mögöttünk már zajlik a műsor, rengetegen vannak, már pedig még dél sincs, az időjárás is kegyes lett, úgyhogy azt gondolom minden adott a sikerhez. Hát örülök annak, hogy a jubileumi 20. birkafőző fesztiválon valóban minden összejött, nagyon izgultunk az időjárás miatt, de Németh Lajossal konzultálva megrendeltük a jó időt, és hát úgy tűnik, hogy mindenki remekül érzi magát, ehhez adott is minden, kiváló birkapörkölteket láttam már, amikor itt körbejártam a főzőcsapatoknál. A műsor is igencsak
sokrétű, sokszínű, több színpadban folynak az események, mindenki jól szórakozhat a mai napon. És hát azt gondolom, hogy nagyon népszerűvé vált gyorsan a karcag felirat, hiszen itt nagyon sokan készítenek fotót előtte, ez is egy új színfol. Köszönet ezért a Labonszpa Kft-nek, akik nagyon gyorsan elkészítették, és valóban hát ez ide pontosan passzol, hiszen a egyik jelkép a karcagi Hungaricum birkapörkölt, a másik pedig lenne a karcag felirat nemzeti színekkel, könnyen elnyeri mindenkinek a tetszését. Igen, és hát az Ádor hídra helyezték ezt az egészet, ami szintén karcagnak a jellegzetessége. Ez így van, tehát minden arra utal, hogy itt vagyunk, itt a helyünk, itt élünk, és itt szeretnénk nagyon sokáig élni még kiváló körülmények között. Köszönjük szépen, és találkozunk akkor a 21. fesztiválon jövőre. Hát még nagyon sokat tervezünk természetesen, ez a rendezvény, ez ahogy hallhattuk, megtudhatjuk is tulajdonképpen a kezdeteken nagyon kevés csapattal indult, 30-32 csapat nevezett az elején, és hát lám 270 helyen főzik a birkát, közel 400 lábasban, még lehet fokozni, van helyünk. Köszönjük szépen! Köszönöm a lehetőséget! Kedves nézőink, most karcagi híreink következnek, amelyben összefoglaljuk önöknek az elmúlt napok fontosabb városi eseményeit. Tartsanak velünk! Nyolc igen és két nem szavazattal elfogadta a testület a beszámolót a Karcag Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról. Karcagi Nagy Zoltán, a pénzügyi, városfejlesztési és mezőgazdasági bizottság elnöke elmondta, hogy a költségvetés rendben végrehajtásra került, az önkormányzat fizetőképességét megőrizte, a kötelező és önként vállalt feladatokat egyaránt teljesítette. Döntöttek a képviselők az előző évi maradványok felhasználásáról, a szervezeti és működési szabályzat módosításáról, az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás célra szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló rendelet módosításáról, a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendelet tervezet elfogadásával pedig a zöld területeken való parkolás szabályozása a cél. Támogatták a képviselők a személyes gondoskodás nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díjának megállapításáról szóló rendelet módosítását, amelynek értelmében a Zöldfa úti és a Horváth Ferenc úti telephelyen változnak a térítési díjak. Elfogadta a testület a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készült beszámolót. Nagyné László Erzsébet képviselőasszony elmondta, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság a kihelyezett ülésen megtárgyalta és elfogadta. Dobos László polgármesterrel együtt pedig köszönetét fejezte ki az intézmény dolgozói felé a nagy lelki jelentő munka elvégzéséért. Egyhangulag támogatták a városhatják a tájékoztatót az Akácliget fürdő 2018. évi nyári szezonkezdésre történő felkészüléséről. Pánti Ildikó képviselőnő elmondta, hogy az Idegenforgalmi Társadalmi és Külkapcsolati Bizottság kihelyezett ülésén megtárgyalta, elfogadta a tájékoztatót, majd néhány pozitív véleményt is megosztott a fürdőről. Karcagi Nagy Zoltán hozzászólásában kiemelte, hogy a nyári előkészületek megtörtént, és a fürdőzők biztonsága tekintetében is jelentős előrelépés történt. Dobos László kérdésére Andrássy István igazgató elmondta, hogy hosszú évek munkájának köszönhetően egyre többen látogatnak el a fürdőbe lakókocsikkal is Lengyelországból, Szlovákiából, Hollandiából és Németországból. Támogatták a képviselők dr. Nagy Molnár Miklós múzeumigazgató újbóli kinevezését a Györfi István Nagykun Múzeum élére. Pánti Ildikó, az értékelő bizottság elnöke elmondta, hogy egy pályázat érkezett be a jelenlegi igazgatótól, aki már 1995 óta látja el a feladatait az intézmény élén. Dr. Nagy Molnár Miklós megköszönte az ismételt bizalmat és a munkatársainak a munkáját. Megszavazta a testület a bérleti idő meghosszabbítását a Karcag tilalmasi mezőgazdaság korlátolt felelősségű társasággal, ezért
hogy az ivóvíz továbbra is biztosított legyen a városrészen. Nagyné László Erzsébet kiemelte, a végleges megoldás egy önkormányzati tulajdonú ivóvízhálózat és ivóvíztároló kiépítése lesz, amelynek a tervezése már elkezdődött, de az engedélyeztetések hosszú folyamaton mehetnek majd végbe. Döntött a testület több alapítvány pénzbeli támogatásáról is, így a Kátai Gábor alapítványt, a Magyarországi Légimentésért alapítványt, a Medicopter alapítványt, a Kisebbségekért Pro Minoritét alapítványt, valamint az Eurázsiai Összefogásért alapítvány támogatását szavazták meg a képviselők a polgármesteri keret terhére. Támogatták a képviselők a Karcagváros belterületén működő meglévő térfigyelő kamera rendszer bővítéséről szóló határozat módosítását, amely szerint a rendőrkapitány javaslatára két kamera áthelyezése valósulna meg. Szepessy Tibor kérte, hogy a Nagyvénkerti Kosárlabda Ligethez is találjanak megoldást kamera elhelyezésére. Az ülés kezdetén Dobos László polgármester kitüntetetteket és kiváló eredményekkel szereplő versenyzőket köszöntött. Így a Karcag Városi Önkormányzat nevében gratulált Szepessy Tibor képviselőnek, a Dériné Kulturális Turisztikai Sportközpont és könyvtár igazgatójának, aki az Emberi Erőforrások Minisztérium által rendezett Magyar Sportnapján miniszteri elismerő oklevélben részesült a sport területén végzett munkájáért. Köszöntötte Kabai Lászlót, aki a Marad a Remény című film alkotásáért a harmadik magyar speciális független filmszemlén a legjobb dokumentumfilm kategória külön díjasa lett. Gratulált a KSC Varró István szakgimnázium a szakközépiskolája és kollégiuma diákjának, Kovács Istvánnak, aki a szakma kiváló tanulója döntőjén az épület és szerkezet lakatosi szakmában első helyezést ért el, és köszöntötte felkészítő tanárait, Kis László és Vince Sándor pedagógusokat is. Napirend előtt többek között játszóterek felújításáról, útjavításokról, a magyarkai lakosság ivóvíz ellátásáról, a mezőőrség munkájáról, a vadvirág parkoló szabályozásáról, útszéli fák gajazásáról tanácskoztak a városatyák. Szó esett az óvodákban történő fertőzés gyanújáról is, amelyről még hivatalos szakvéleményt várnak. A testület munkaterv szerint hamarosan folytatja a munkát. A diákok rengeteg kérdéssel bombázták a focistát, aki által sarat. Kiderült, már 5 évesen focizott, így 17 éve kergeti a bőrt. Orosz Pisti invitált meg ide az iskolába, ő volt nagyon sokáig az edzőm itt Karcagon, hát szinte végig, amíg itt futballoztam. Egészen 5 éves korom óta itt kezdtem ugye a labdarúgást, és 15 éves koromig egészen itt cseperedtem, úgyhogy nagyon sok emlék fűződik ide, hogy nekem Karcaghoz. A Györfi István általános iskolában egykoron ő is úszott, de mégis inkább apja példáját követve a labdarúgást választotta. Ugye végigjártam a korosztályos ranglétrát, utána pedig a második csapathoz kerültem, ami akkor MB3-os volt. Ott egy szezont lehúztam, majd már elkezdtem a felkészülést az első csapattal, a Lokival, de még nem tudtam megragadni, kölcsön kerültem először MB2-be, ott egy 2 évet először Balmazővárosban, majd Cigándon játszottam, és utána pedig most nyáron kerültem vissza, és ekkor már a keret tagja lehettem az első csapatnál. Az is kiderült, hogy első edzője, a Refi testnevelője Orosz István volt. Kevin a napokban Budapesten átvehette a Magyar Labdarúgó Szövetség rangadó gáláján az év felfedezettje címet. Nyilván ez az első szezonom volt az NB1-be, hál' Istennek jól sikerült. Úgy gondolom, hogy ennek is volt köszönhető, hogy engem szavaztak meg az év felfedezettjének. És az, hogy pedig behívtak a válogatottba, és be tudtam mutatkozni, ez pedig egy óriási élmény nekem, és ez úgy gondolom, hogy feltette az íre a pontot a szezonom végén. A fiatal focista az idei szezonban 27 bajnoki találkozó lépett pályára, és 3 gólt is szerzett csapatának. Tehetsége révén a magyar válogatottba is beválogatták. A projektet az alpolgármester ismertette részletesen. A 100 milliós óvoda felújítása szerint a 6 színvirág óvoda épülete nem csak megújul, hanem egy csoport szobával is bővül a gyermek létszám növekedésének köszönhetően. Ezért van szükség a bővítésre, és tavaszra egy fejlesztő szobával, akadálymentes mosdóval is gazdagodik, de készül játszóudvar is.
A beruházások támogatásáért Lajtos István polgármester köszönetet mondott Kovács Sándor országgyűlési képviselőnek, aki még közgyűlési elnökként segítette ezek megvalósulását. Az egész megyében több mint 54 milliárd forint volt a területi településfejlesztési operatív programok keretében, és egyik a helyszíne Nagy Ivány, amely talán az elmúlt 30 évben, de lehet, hogy előtte sem volt ilyen nagy összegű felújítás, ilyen nagy összegű építés. Nagy Ivánon 210 millió forintot nyert ez a település, a környékbeli településekkel együtt, hiszen Karcag, Tiszafüred, Tiszaigar, Tiszaörcs, Kummadaras, Kisújszállás, Turkeve, minden település nyert komoly összegeket, és azokat az összegeket és azokra a pályázatokra, amire a legjobban szükség van. Nagy Iványon óvoda építésre, orvosi rendelő, új orvosi rendelő felépítésre, energetikai pályázatra, ez az épület is szigetelés, napelem kerül fel, és hát egy közlekedésfejlesztési pályázatra is nyert, és azt látszik, hogy Nagy Iványon jóval előre haladottak a beruházások, tehát az orvosi rendelő épülete már jól halad, már majd a falakat felhúzták, itt a szigetelés megtörtént. Kovács Sándor reményét fejezte ki, hogy a jövőben is lesznek hasonló fejlesztések, hiszen az újabb tervek már készülnek. Én azt gondolom, hogy az egész megye, és a megyének ez a keleti felete, a hármas számú választókörzet itt a környéken komoly fejlődést tud felmutatni az elkövetkező egy-másfél évben. Körülbelül ez a választókörzet egy ilyen 16-17 milliárd forint összegű fejlesztést nyert. Különböző szinteken állnak, van, ahol már elkezdődtek a beruházások, van, ahol közbeszerzés előtt állnak ezek a beruházások, és bízom benne, hogy két éven belül mind be is fog fejeződni, és használni fog tudják a lakosok. A település vezetői egy átgondolt fejlesztési koncepciót készítettek, mely minden korosztályt érint a gyermekektől, iskolásokon, felnőtteken át a szépkorúakig. Ez is mutatja, a településnek van jövője és jövőképe. A vidéki települések jó részében a kettősség mutatkozik, hiszen a lakosság egy része öregszik, idősödik a korosztály, de vannak olyan települések, ahol több bölcsődei férőhely, több óvodai férőhely kell, ilyen Nagy Ivány is. Hát itt még azért probléma az, hogy majd a bölcsődét is valamikor építeni kell, és vagy meg kell oldani a bölcsődei ellátást. Én azt gondolom, hogy a kormány családtámogatási programjának köszönhetően az adójóváírásnak, a csokos programoknak nagyon sok olyan fiatal pár van, aki gyermeket vállal és több gyermeket vállal, és ez örvendetes az egész ország szempontjából. Lépcsőfutó versenyen vett részt Dániel Sándor Szegeden. A verseny, amelyet 16 lépcső is nehezített, a Dóm térről rajtolt, ahonnan légzőkészülékben, védőruhában és sisakban kellett futnia a főtörzsőrmesternek. Ez egy lépcsőfutó verseny, amelyet a Tiszaparton szoktak megrendezni a szegedi tűzoltók, és a Dóm térről szoktunk elrajtolni, légzőkészülékben, védőruhában, sisakban. Annyi könnyítés van, hogy sportfelszerelésben, tehát vagy sportcipőben lehet indulni, nem kell felvenni a csizmát. 3,5 kilométer a táv, amelyben 16 lépcső le és föl járó van a Tiszaparton. Itt be kell osztani az erőt az embernek, mert egy utcai futással kezdődik, ami hát körülbelül olyan 2 kilométer lehet, és aki itt kiadja magából az erőt, akkor bizony a végére kifullad, és nem lesz neki ereje arra, hogy a 16 lépcsőt megtegye. A főtörzsőrmester családja is részt vett a versenyen, közösen készültek az erdei futópályán. Gyerekekkel együtt az erdei futópályán többször kimentünk és futottunk. Ők futottak egy-egy kört, ez pont elég volt nekik arra, hogy felkészüljenek erre a versenyre. Utána ők még lelazítottak a végén, addig én még egy gyorsabb kört futottam. Dániel Sándor technikai sportban is kipróbálta magát, Feke Lajossal indult egy közlekedésbiztonsági versenyen. Szlalomozás, átjárón való tolatás nehezítette a versengést, ahol, ahogy a főtörzsőrmester mondta, megizzadtak a versenyzők. Idén technikai sportban is kipróbáltam magamat. Feke Lajos főtörzsőrmester úrral együtt
csapatban indultunk, kétfős csapatot alkottunk. Közlekedésbiztonsági versenyt hirdetett a Katasztrófa Védelmi Igazgatóság, melyet elsőnek megyénként rendeztek le, utána regionális szinten. A pályán különböző bójákat kitettek, és azonkon kellett szalomozni, mindenféle szűk kis átjárót találtak ki nekünk, amelyen tolatva kellett átmenni, meg tudták nehezíteni a dolgunkat, megizzadtunk a végére. Dániel Sándor kiemelte, hogy a versenyeken a megyei csapatok segítették egymást, mert nem ellenségek, hanem csupán ellenfelek voltak a pályán. Segítettük egymást kintről, pályaszéréről, figyelhettük, hogy mit csinálnak, hogy csinálják, és próbáltunk segíteni nekik, instrukciókat adtunk egymásnak, hogy mint volna jobb csinálni. A közlekedésbiztonsági versenyen Dániel Sándor és Feke Lajos az első helyet érte el. A főtörzsőrmester elmondta, hogy a versenyeken látottak egy valós szituációban is segítségül szolgálhatnak. Az áprilisi meleg és a kevés csapadék miatt előbb ért be a medgy a karcagi gyümölcsösben, ami apróbb szemeket, de nagyon jó termést eredményezett. Ez egy új fehértői fürtös megyfajta, amelyik egyébként is bőtermű, és ebben az évben különösen kitett magáért, mert minden virág megtermékenyült, és így apró szemű maradt. De az íze... kiváló, savassága különösen. Az érés utolsó stádiumában van, tehát gyakorlatilag ez már szedésre érett. A probléma az, hogy eléggé apró szemű, és különösebben nem piacos. Fel lehet használni egyébként mindenféle befőzésre, esetleg kimagvalva is el lehet tenni, fagyasztva szemesen is, de gyakorlatilag akármi cefrésítésre is alkalmas. Ézsiás Antal termelő hangsúlyozta, hogy a medgy egy része már betakarításra került, a gazdáknak azonban igyekezniük kell, hogy a monília ne károsítsa meg a még betakarításra váró szemeket. Az idei megytermés egy része már betakarításra került, nagyon jó termés volt. Korábbi élő fajták azok még értékesebbek, az érdi bőtermő, és ezek a nagyobb szemű fajták is nagyon jó termést adtak. Amit hátunk mögött lehet látni, ez egy új fejtői fürtös, ez egyébként is apróbb szemű, inkább ipari megyként jellemző, de ennek a betakarítása is következik, hiszen a megy már érett állapotban van, de a nagyon nagy termés, tehát a sok megy, az azt eredményezte, hogy apró lett a szeme, és ezért nem annyira piacos, tehát nincs olyan nagy értéke, hogy ezt vigyük a piacra, valószínű, hogy saját felhasználásra kerül részben magvazásra, fagyasztásra, vagy esetleg cefrézésre. Később éri fajtáknál lehet talán olyan gond, hogy ez a csapadékos, párásabb levegő, esetleg a monília fertőzést jobban segíti, és igyekezni kell a gazdának, hogy minél előbb betakarítsa, mert a fán monília fertőzés következtében meg fog rohadni. Meddig tarthat az idei megszedés? Hát ez az utolsó hét szerintem a megszedésnél, hiszen már jelenleg is a teljes érés stádiumában vannak. Évről évre egyre keresettebb a magyar medgy a piacon, az árak 250 és 300 forint körül alakulnak. Ha minősége kiváló, gyorsan eladják a kereskedők a terméket. A magyar medgyet, megmondom őszintén, az utóbbi időben egyre gyakrabban, az utóbbi múlt héten keresték berakás, befőzésre. Hát az árak azok elfogadhatók. Elfogadhatók, 300 forint környékén van, 250-300, és hát jó, minőségben jó a magyar megy, megfelelő, több fajta van, érdi bőtermű, debreceni páros, tehát én ezeket szoktam hozni, és meg vagyok elégedve, úgy gondolom, amit hozok, azt minden teljes egészében el tudom adni. Hát az előző évekhez képest, tavaly előtt, én úgy gondolom, úgy emlékszem, hogy egy picit drágább volt, nem volt annyi, de most az idén több van, és jobban be lehet szerezni. Minőségben teljesen megfelel, árva is jobb, mint a tavalyi ár. A szezonja az körülbelül még egy jó hét. Hát aki be akarja, befőzni akar, vagy eltenni télire, az szerintem meg tudja még tenni, mert egy hét még biztos az.
A vásárlók elsősorban befűtnek, dzsemnek veszik a gyümölcsöt, de süteménybe és a fagyasztóba is szép számmal kerül a magyar megyből. Igen, megenni, igen. Meg tésztában, meddös pitébe. Dobokos Gyuláné elmondta, hogy bár drágultak a gyümölcsök, a megyárában nem érzékelt változást. Szeretem a megyet, mert többféleképpen el lehet készíteni. Én zsemmet szoktam belőle, vagy kimagvaszba betezem a fagyasztóba, télen előveszem és süteménybe beleteszem. Ennyi. Venni most nem kellett, hál' Istennek, mert a barátnőm adott egy veder megyet, azt szedtük tegnap délután. Most elég szép, és a monília se károsította annyira, mint mondjuk tavaly. Úgy látom én, csak így, ahogy jövök, megyek. A megyszezon még egy hétig tarthat, addig van idejük megvenni a befűtnek falut a háziasszonyoknak. Folynak az útépítési munkálatok a karcagi borjúdűlői temetőben. Ebben az évben 880 négyzetméter útalapot készítenek el a szakemberek. A beruházásra azért volt szükség, mert esős időben a hozzátartozók nem tudták megközelíteni szeretteiket a temetőben. A Református Egyházközség elnöksége és a presbitérium úgy határozott, hogy a karcagi borjúdűlői temető útalapjának a tovább folytatását és annak az elkészítését fogja elvégezni 2018 nyarán. Ez azt jelenti, hogy a középső főút és a belecsatlakozó két mellékútnak a útalapjának a elkészítéséhez hozzáfogtunk, jelenleg a munkák folynak, ami azt jelenti, hogy egy 2-3 héten belül az időjárástól függően el szeretnénk végezni. Ez azt jelenti, hogy közel 880 négyzetméternyi útalapot fogunk elkészíteni. Jelenleg a munkátokat folytatjuk, és ezeken a munkákon a nyár végére mindenképpen végére akarnánk jutni. Itt szeretném a lakosságnak a kérését az egyházközségünk felé tenni, olyan mértékben, hogy amennyiben lehetőség van, tisztelt lakosok járuljanak hozzá, támogassák ezt a nagy munkát, amit most végzünk. Erre a beruházásra azért volt szükség, mert a rengeteg csapadék és a téli időszak alkalmával nem tudták a szerettéket meglátogatni a tisztelt gyászolók, valamint az ide látogató temetőbe érkezők. Eső alkalmával igen felragadtak a gépjárművek, a cipők sárral, és ezért döntött a Református Egyházközség elnöksége, valamint a presbitérium, hogy ezt a munkát ebbe az évbe elvégezzük. A Református Egyházközség 1-2 éven belül szeretné aszfalttal is ellátni az elkészített utat, ha forrást pályázati forrásból kívánják biztosítani. Jelenleg úgy tervezzük, hogy amikor ez az útalap elkészül, ennek 1-2 éves ülepedést várunk, majd utána pályázat útján aszfaltborítással szeretnénk ezeket a munkálatokat befejezni. Szentesi Lajos, a Református Egyházközség főgondnoka kiemelte, hogy ebben az évben vadháló telepítését is elvégzik a temető körül. Tél folyamán elég sok vad állomány bejön a temetőbe, ezáltal a sírokról a növényeket, virágokat elpusztítják, lerágják, és tervezünk még az ősz folyamán, lehetőséghez mértünkön, egy vadvédő kerítésnek az elkészítésének a megkezdését. 2018-ban ebbe a temetőbe ezeket a beruházásokat terveznénk. Az egyházközség és a presbitérium az emlékezők türelmét és megértését kéri a munkálatok ideje alatt. Néhány napon belül már magyar dinnye lesz kapható a karcagi piacon. Huber István termelő elmondta, hogy a dinnye az időjárás miatt néhány nap késésben van ugyan, kevesebb lesz a termés, de a minősége kiváló lesz. Körülbelül még egy jövő hétvégére lesznek jók a dinnyék, olyan 80-90%-os állapotban van. Mert a dinnye azt szereti, ha éjszaka is 20 fok van, legalább éjszaka nagyon lehűl. Nappal sincsen az, hogy már 9 órakor 30 fokos meleg van, hogy át tudna melegedni, csak egy délután 2-3 óra fele van 30 fok, egy óra hosszát, ez a dinnyének nem kedvez ez az idő. Egy kötés van rajta, nincsenek kis dinnyék, körülbelül most, hogy látom, fele a termés mi a tavalyihoz képest. Huber István kiemelte, hogy a szezonban 100 forint környékén lehet majd a dinnye ára, a jó dinnyét pedig onnan ismerjük meg, hogy úgy kopog, mint a csizma szára. Ilyen csizmaszár hangjának kell lenni, meg a szára után az első bajusznak el kell, hogy száradva legyen a bajusz, úgy, mint itt.
Most olyan 3-400 forint körül van kilója. Egy olyan 10 nap múlva fog érni a, kint a Szántóföldön, a dinnye gondolom a pultoknál olyan 180-200 forint lesz az első dinnyének kilója körülbelül egy hétig, utána olyan 100 forint körül fog alakulni a dinnyára két hét múlva. A piacon már jelen van a magyar-görög dinnye, de egyelőre az olasz és a görög import termékek kaphatóak túlnyomó többségben. Szatmári Gyula kereskedő elmondta, hogy a vásárlók már nagyon várják a dinnye szezont. Én magyar sárga dinnyét, import görög dinnyét, de már a piacon találkoztam magyar görög dinnyével, de nekem még most import görög dinnyém van, de hétvégére szombatra már hozok magyart is. Várják, megmondom őszintén, ma is többen megkérdezték, hogy magyar-e a görög dinnyém, vagy éppen olasz, vagy görög, de várják, és már szombat ígértem azt, hogy fogok hozni. A magyar dinnye édes és finom, ezért keresik a vásárlók. Szabó T. Mária elmondta, hogy ők minden nap vásárolnak dinnyét, mert az nagyon egészséges. Én nagyon nagy dinnye függő vagyok és kedvelő, és hát a magyar dinnye az köztudottan nagyon édes, finom, nagy, és hát nagyon tápláló, nyáron kifejezetten szomjoltó, egy kicsit a szénhidrátra figyelni kell, de egyébként kiváló étek. 3 gyermek van otthon, tehát igazából nem nagyon van korlát, tehát képesek vagyunk egy 12 kilós dinnyét egy nap alatt elfogyasztani, akár minden nap is. Bár Karcagon az autósok figyelnek a kerékpárosokra, a bicikliseket érintő balesetek száma az idei első negyedévben az előző év hasonló időszakához mérten több mint 10%-kal emelkedett Jász-Nagykun-Szolnok megyében. Azt mondhatjuk, hogy a megyénkben bekövetkezett esetek közül megközelítőleg minden ötödikben érintett volt kerékpáros. Ezek közé természetesen beletartoznak az általuk okozott és részesként elszenvedett esetek is. A balesetek közel 60%-ában részes és 40%-ában okozóként regisztrálták a kerékpározót. Az első negyedévben a szerencsétlenségek többsége könnyű sérüléssel végződött, de sajnos egy halálos balesetet is regisztráltak. Okozóként a kerékpáros legtöbbször az elsőbségi jogot nem adta meg, de az irányváltoztatás miatt is több baleset történt. Részesként általában az elsőbségi jog meg nem adása, az irányváltoztatás szabályainak megszegése, a gyorshajtás és a követési távolság be nem tartása miatt következtek be a balesetek. Túlnyomó többségük lakott területen belül történt, és megközelítőleg 40%-uk korlátozott látási viszonyok között. Bár emelkedik az utasbiztosítást kötők száma, még mindig sokan úgy utaznak nyaralni, hogy nem biztosítják be magukat, podgyászukat, nagyértékű eszközeiket az utazás során. Vál Tamás biztosítási szakember szerint ma már elengedhetetlen a podgyász és balesetbiztosítás megléte, ami napi néhány száz forintért már elérhető a piacon. Azt tapasztaljuk, hogy az utasbiztosítások egyre keresettebbek évről évre, de még mindig nem elégséges ez a kereslet, hiszen vannak olyan utazók, akik elutaznak biztosítás nélkül. Mire nyújt fedezetet egy utasbiztosítás? Az utasbiztosítás elsősorban kettő nagy témakörben nyújt fedezetet. Az egyik a magunkkal vitt vagyontárgyainkra, tehát úgy hívjuk ezt, hogy podgyász, és a személy biztosítási része a másik fontos, amikor saját magunkat biztosítjuk különböző balesetek, betegségek bekövetkezése esetére. A szakember kiemelte, hogy utazás előtt egyeztetni kell egy biztosítási szakemberrel, mert így több konstrukcióval is választhat az utas. Több biztosító több termékéből lehet választani. Azt tudjuk javasolni az utazóknak, hogy a vagyonértéknek megfelelően a biztosítási tanácsadóval jól beszéljék át, hogy milyen szerződést kötnek, van rá lehetőség, hogy egészen nagy vagyonértékeket is biztosítsanak. Természetesen ez mindig összefügg a díjjal is, tehát hogyha nagy értéket viszünk magunkkal, az drágább lesz. Hát mondhatjuk azt, hogy az egész utazás bekerülési költségének, ha 3-5%-át elköltjük egy utasbiztosításra, az már egy nagyon jó, nagyon komoly szolgáltatást nyújtó szerződés tud lenni, de mondjuk, hogy napi 1000 forint körül, ez lehet kevesebb is, lehet több is, attól függ, hogy mit szeretnénk biztosítani, azért lehet utasbiztosításokat kötni, akár alatta is. Tehát nem egy olyan életveszélyesen nagyon nagy költség ez, amit nem érdemes bevállalni. Megjelent a piacon az európai betegbiztosítási kártya.
Ez egészségügyi alapszolgáltatást biztosít a fogadó ország állami intézményeiben, azonban van, ahol önrészre kötelezhetnek minket. Vál Tamás szerint azonban emellé szükséges balesetbiztosítást kötnünk, mert pórul járhatunk. Nagyon sokan azt hiszik, hogy kiváltják az európai betegbiztosítási kártyát, ez az Európai Uniós országokban létező kártya. Ez óriási tévhitek vannak az emberekben, mert ez csak arra jó, például Magyarországon is, hogy ami az egészségügyi alapszolgáltatásban benne van, azt megkapjuk külföldön, és ráadásul nem a magyart, hanem a fogadó országba, ahova mentünk, az ottani szabályok szerint. Ezzel általában nem szoktunk tisztában lenni. Az utasbiztosítás ez egy sokkal szélesebb körre ad szolgáltatást, mint mondjuk egy adott ország adott egészségügyi rendszere. Lehet, hogy van olyan ország, ahol csak nagyon alap baleseti ellátási rendszer van ingyen, na azt lehet igénybe venni. Tehát messziről sem fedi le azokat a kockázatokat, amik bekövetkezhetnek, úgyhogy mellett utasbiztosítást kell mindenképpen kötni mindenkinek. A karcagi utasok körében továbbra is Bulgária, Görögország, Horvátország és Törökország a legnépszerűbb úti cél. Az egyik karcagi utazási irodában felhívják az utasok figyelmét a baleset és podgyászbiztosítás fontosságára. Papdisznós Ágnes elmondta, hogy az utasai 98%-ban biztosítják is magukat. A csomagok balesetbetegség podgyászbiztosítást nem tartalmaznak, viszont sztornóbiztosítást, ami az utazás előtti lemondási biztosítás, általában tartalmaznak, vagy pedig fakultatívként megköthető. A balesetbetegség podgyászbiztosítást minden esetben mi ajánljuk az utasainknak, és a számukra legmegfelelőbbet próbáljuk kiválasztani. A balesetbetegség podgyászbiztosításról beszélünk, az utasok körülbelül 98%-a megköti ezt a biztosítást. A kiutazási menedzser is hangsúlyozta, hogy bár jó, ha rendelkezünk európai betegbiztosítási kártyával, azonban a baleset, betegség és podgyászbiztosítás nem csak állami, hanem magánorvosi intézményekben is megtéríti a kezelések költségét. Az EU-taj kártyaként ismerjük ezt a kártyát. Ez az Európai Unió tagállamaiban érvényes, illetve még néhány szerződött országban. Nagyon fontos kiemelni, hogy csak állami intézményekben biztosít ez a kártya, illetve az adott ország lakosaira vonatkozó ellátást vehetik igénybe az utasok. Ez legtöbbször vannak olyan országok, ahol önrészkötelesek, tehát azt az utasnak ki kell fizetnie önrészként, melyet nem fog visszakapni. Az EU-taj kártyát kormányablakban lehet igényelni, igazából bárki megigényelheti, aki egészségbiztosítással rendelkezik, és körülbelül két-három évig érvényes ez a kártya. Ezek állami intézményekben biztosítanak, alapellátásra és sürgősségi ellátásra vehető csak igénybe. Ez a sürgősségi ellátás mindig az adott orvostól függ, hogy hová sorolja be az adott ellátást. A balesetbetegség podgyászbiztosítás ezzel szemben minden ellátásra jogosult, tehát teszi az utast, illetve nem csak állami, hanem magánintézményekben is igénybe vehető szolgáltatásokat tud használni. A szilvafák permetezése most az elsődleges feladat a kiskertben, hogy jó legyen a termés. Hazánkban több mint 300 féle növényvédő, gombaölő, rovarölő, talajfertőtlenítő vegyszer, permetszer, illetve rágcsálók irtására alkalmas csalétek, méreg van forgalomban, melyek nagy része az emberre nézve mérgező összetevőket is tartalmaz. Ezért fontos, hogy megfelelő védőöltözetben végezzük a munkálatokat. Ézsiás Antal őstermelő elmondta, hogy nagyon kell figyelnünk bőrünk és szemünk megfelelő védelmére, mert ha nem figyelünk oda, tartósan is megbetegedhetünk. Ne permetezzünk szeles időben, és mindig legyünk körültekintőek. Gyakorlatilag ugye minden vegyszer méreg, és az emberi szervezetre ugyanúgy általános, különösen valaki ugye hosszú ideig és nem megfelelő felszereltséggel végzi, tehát tartós megbetegedést is okozhat, tehát saját egészségünk érdekében. Vigyázni kell arra, hogy természetes testrészeket ne érjen, és lehetőleg ne szeles időben termetezzünk, mert az különösen megzavarja a permetlének az áramlását, irányát, és nem lehet kiszámítani, hogy hova is kerül a védekezés. A legfontosabb eszköz a felszerelés, amely lehet ugye gyakorlatilag egy
univerzális, nemzetközi. Attól függ egyébként is, hogy a növényvédelemnek ilyen jellege van, mert a katasztrófvédelmi felszerelések azok ugye sokkal komolyabbak, vagy aki tartós a növényvédelmi munkát végez, annál szintén nagyon lényeges, de ilyen őstermelői szinten be lehetne használni komolyabb felszerelést, de az, ami jelenleg is rajtam van, ez egy munkás ruha, amelyet lényegében erre célra használok. A kalap az egy ősi bőrkalap, amelyet bármikor lemoshatok, a vegyszer hatás éri. Egyébként is az a lényeg, hogy ne érintkezzen a bőrfelület. Tehát zárt ruházatnak kell lenni a kezet, lábad, és főleg a szem és a belégzés, ami nagyon lényeges ehhez. Itt van a védőszemüveg, itt van a maszk, amelyet gyakorlatilag az orrot és a száját védi, és ez elegendő arra, hogy ilyen rövid idő alatt ne érjen bennünket mérgezés. Permetezni gyakorlatilag ezzel a típusú géppel olyankor jó, amikor enyhe szellő, úgynevezett szellőfúj, ami azt jelenti, hogy most is nagyon alkalmas. Tudni, ez ugye kis nyomáson nem mozgatja meg a leveleket, tehát a szél nekem segít ahhoz, hogy a vegyszer behatoljon a lomb koronába, és eloszoljon, tehát nem kell annyira körüljárnom, és így biztosított. Motoros permetezőgépeknél gyakorlatilag a szélcsönd a legjobb, mert nagy nyomással megmozgatja a leveleket, és nagy erővel bevágja a lomb koronába. Tehát itt egészen más a helyzet. De az erőszél sehol nem jó, tehát erőszélben tilos permetezni. Sokan még mindig nem fordítanak kellő figyelmet a védekezésre, holott a megfelelő zárt védőruházat, légzésvédő, arcvédőmaszk, védőkalap, védőszemüveg és védőlábbeli viselése is ajánlatos. Az egyik karcagi gazdaboltban is erre figyelmeztetnek az eladók. A rovarölőszerek nagyon fogynak, illetve a gombaölők. Viszont mivel hogy a növények megvédése mellett a saját egészségünkre is ügyelni kell, valamilyen szinten védekezni kell. Erre valók a különböző védőfelszerelések, tehát a permetlé elkészítésétől kezdődően a permetetés befejezéséig használjunk úgynevezett vegyszerálló, hosszított szálú védőkesztyűt, hogy a permetlé a bőrrel ne érintkezzen, illetve zárt szemüveget, hogy a permetanyag esetleg, ha visszaúl, ne kerüljön a szemünkbe, illetve valamilyen légzésvédő készüléket, maszkot. Tulajdonképpen akik már régóta csinálják, azok tudatosan meg is veszik ezeket a készülékeket, illetve vigyáznak, hogy ne kerüljenek kontaktba a permetszerrel. A kezdők meg ugye megkérdezik, mert csak félnek tőle, hogy tulajdonképpen mit kell használni ilyenkor. A vegyszerek dobozain megtalálhatóak az általános munkavédelmi és felhasználási szabályok, így ha azokat betartjuk, elkerülhetjük a baleseteket. Ha mégis baj történne, próbáljuk nyugalmunkat megőrizni, és forduljunk azonnal orvoshoz. Bátrabban használják bankkártyáikat internetes vásárlásoknál a magyarok. Az első negyedévben 40%-kal nőtt a belföldi és a külföldre irányuló tranzakciók összértéke. A Magyar Nemzeti Bank statisztikái szerint 2018 első negyedévében összesen 262,8 milliárd forint értékben hajtottak végre internetes rendelésekhez kötődő tranzakciókat bankkártyákkal, ami 40,4%-os növekedés jelent az egy évvel korábbihoz képest. A tranzakciók száma is dinamikusan nőtt. Az első három hónapban több mint 24,4 milliót bonyolítottak le, ami 42,5%-os növekedés az előző esztendővel szemben. A jegybanki statisztikák azt mutatják, hogy továbbra is erősen növekszik a hagyományos kereskedelem forgalma is. A belföldön és külföldön együttesen végrehajtott kártyás vásárlások értéke január eleje és március vége között megközelítette az 1079 milliót forintot. Ez 22,2%-kal több az egy évvel korábbi 882,5 milliárdnál. A tranzakciók száma itt is hatalmasat ugrott. 27,1%-os emelkedést tükröznek a számok, ami arra utal, hogy a boltokban már a kisebb összegű vásárlásokhoz is többször használjuk a kártyánkat. Ebben természetesen nagy szerepe van az érintéses technológia gyors terjedésének. 2018 első negyedévében a kártyás vásárlási forgalomnak darabszám alapján 76, értékben pedig 64%-a az új technológia segítségével bonyolódott le.
Nagyon fontosnak tartjuk, hogy helybe jöjjünk, hiszen hiába van Karcagon kórház, ha nem mindenki jut el időbe és vesz igénybe a szolgáltatásait. A megelőzés nagyon fontos, mondta Nagyné László Erzsébet főigazgató a helyszínen, aki elmondta, tavaly a déli külvárosban volt hasonló szűrőnap, mely ott is sikeres volt. A megelőzés, a prevenció az elsődleges, mert minél korábban észrevehető egy-egy cukorbetegség, egy-egy koleszterin probléma, annál hamarabb kezelhető, és akár visszafordítható a betegség. Most itt a Karcagvárosi Nemzetiségi Önkormányzat felkérésének teszünk eleget, a 24. Roma Fesztivál alkalmából jöttünk ki, és azért az északi Újtelepre, mert elárulom a nézőknek, hogy a tavalyi évben sikeresen szintén tartottunk egy ilyen szűrést a déli külvároson, ahol 2 óra hossz alatt 56-an vettek részt. Úgy gondolom, hogy itt látszik már most a kezdetnél, hogy itt is nagy lesz az érdeklődés, hiszen ha helybe jövünk, akkor attól jobb senkinek nincsen. Itt a regisztráció után 2 példányban rögzítik az eredményeket, egyik a kórházi, a másik a lakosi lesz. Ha a kardiológiai osztály szakápolói valakinél magas vércukor vagy koleszterin szintet mérnek, a megfelelő szakorvoshoz irányítják az illetőt, aki remélhetőleg meg is fogadja a tanácsunkat, hiszen fontos, hogy minél hamarabb megkezdődjön a kivizsgálás, mondta a kórházvezető, akitől megtudtuk, több településen is tartanak a nyáron hasonló szűrés majd a kórház dolgozói. Az itteni eredményeket papíron rögzítjük, nálunk is megvan, és egy példányban megkapja a szűrt személy is, akit meg tudjuk mondani, a utolsó tanácsadó kolléganőm meg tudja mondani, hogy diabétesz orvoshoz, melyik szakorvoshoz kell jelentkeznie, szükséges jelentkeznie, nyilván ezt mindenki maga dönti el, de azt az állapotot is, hogy most jelen pillanatban milyen stádiumban van, azt is tudják vele közölni, és ez ugye a sürgősséget indokolja. Ilyen tekintetben nálunk nincsen várólista, a szakrendelésen fogadják a szakorvosaink a szűrbetegeket, sőt, tényleg a megelőzés miatt, egy-egy szűrésen résztvevő, mondhatom, hogy preferálva is van, hiszen ő maga érdekében felkereste az orvost. Kedves nézőink, Háttér című magazinműsorunk külön kiadása következik. Szilágyi Lajos néven a Kártai Gábor Alapítvány elnökével beszélgetünk. Még most volt az a jótékony bál, amikor erre az emlékműre gyűjtöttek. Gondolta volna, hogy sikerül megvalósítani ilyen hamar ezt az elképzelést? Hát nem. Igazából nem, mert azért ez egy nagy volumenű dolog, de szerencsére Györfi Sándor Karcagváros kiváló művésze, partner volt benne. Először még csak elképzelések voltak, több mindenről szó volt, de a végére a sok-sok ötlet annyira letisztult, és hát nagy öröm számunkra. Már az előbb említettem, hogy nem csak a művész úr kezemunkája van ezekben a kövekben, hanem mindazoknak az embereknek, akik adakoztak erre a célra. Tehát ez egy csodálatos összefogásból, szeretetből épült, és gondolom, hogy a jövő nemzedék számára bizonyos példaértékkel bír, mert hát múlt nélkül nem lehet igazán jövőt építeni. Itt mi lehetőséget adtunk, vagy megvalósítottunk egy kis falatnyi múltat, és a jövő nemzedék kezébe van, hogy gyarapítsák ezeket az értékeket, és kerüljön még fel ide sok-sok igazgatónak, és sok-sok kátai díjazottnak a neve, mert ez a kis emlékhely majd bővíthető lesz, és hát ötletek remélem lesznek, hogy mi kerül még ide. Ez egy szép színes színfoltja lesz, úgy gondolom, a Kátai Gábor Kórháznak. És még egyszer köszönet mindenkinek, aki ebben dolgozott, aki közreműködött, aki adományozott a cél érdekében. Köszönjük szépen, és jó munkát kívánunk az alapítványnak. Hát köszönöm szépen, reméljük jó egészségünk is lesz hozzá. Györfi Sándor művész úrral beszélgetünk, hiszen mi itt voltunk, amikor ez a szobor a műhelyből idáig elérkezett. Azt gondolom, hogy nagyon látványos volt számunkra is, hogy hogyan is állt össze ez a szobor, és itt nagyon sokan megnézték,
itt vannak a volt igazgatók közül is sokan. Nem volt egyszerű, gondolom, ezt megvalósítani. Hát mint minden műalkotás az eredeti és új, tehát olyat még soha nem csináltunk. Éppen ezért nagyon át kell gondolni. Nagyon fontos az az inspiráció, amit először kapunk egy ilyen felkérésnél. Itt különösen az új kórház építésének az 50. évfordulójára kértek fel, hogy erre csináljunk egy emlékkövet, vagy valamilyen emlékszobrot. Itt beszélgettünk tegnap, és mondta, hogy nagyon sok név fölkerült, és igyekeztek úgy megvalósítani, ahogy itt elmondta ön is a megnyitójában, hogy még mint egy fa ága lehessen majd újabb neveket föltenni, és újabb kórházigazgatókat. Tehát ez a mű tulajdonképpen csak elkezdődött, de még nincs befejezve. Valóban egy olyan mű, amelyik nincsen befejezve teljesen, mert újabb és újabb szimbolikus értelemben levelek fognak, éltető levelek kerülni rá. Mert ez valójában egy magyar kő egyébként, az Empléni bányából jött hozzánk, és rendkívül kemény kő, tehát örök életű. A bronz maga úgy szintén, ami a portrék szerepelnek, és azt próbáltuk szimbolizálni, hogy ez az 50 év az új kórház életében mit jelentett. Mit jelentett a város és a közösség tekintetében, az egészségügyben, és milyen szolgálat ez, amit egy kórház végez. Hát maga az élet, az életünk tulajdonképpen múlik rajta, ahogy egy ilyen hatalmas intézmény, és annak a dolgozói, vezetői, orvosai, azok valóban értünk dolgoznak. Mint ahogy a természet is értünk van, benne élünk, és állandóan újra és újra éled minden évbe. Épp ezért találtam ki, hogy legyen egy szimbolikus életfa ez. Nyilván magyar kőből, és hát egyébként itt készült Karcagon minden munkálata. Hát most az avatás pillanatai azért, és találkozni olyanokkal és orvosokkal, akik még itt vannak közöttünk, és szerepel a portréja, megható pillanatok voltak ezek. Igen, tehát mi is láttuk, hogy tényleg odaálltak mellé, volt, aki azért a könnyeit sem rejtette el, hiszen ezek annyira ösztönösen jöttek, és annyira meghatódott mindenki. És hát azért beszéljünk a másik 49 névről is, aki a eddigi Kátai díjazottként rajta van, tehát közülük is nagyon sokan itt voltak. Én azt kívánom, hogy hasonló, hát azt nem mondom, hogy ilyen könnyeket kicsaló emlékművet készítsen még sokat, de olyat, ami mindenkit megfog, és mindenkit elgondolkoztat, ehhez kívánok önnek jó erőt, és nagyon sok egészséget. Köszönöm szépen, hát valóban itt is csaltak ki könnyeket, de hát az életem már erről szól. Jó ideje tulajdonképpen a munkásságom az a nemzeti emlékezetről szól, amikor már lehetett emlékezni a tragédiáinkra, hőseinkre, áldozatainkra. Nagyon sok emlékművet csináltam, és valóban sokszor több száz ember könnyeit kellett elviselni ahhoz, ami rám is nagyon nagy hatással volt, mert azt a fájdalmat én magam is átvettem legtöbb esetben, mert azt hiszem, hogy csak úgy lehet igazán hiteles emlékművet, emléket állítani, hogyha teljes odaadással, átéléssel tudjuk viselni a fájdalmat vagy az örömet, amiért emlékműveket csinálunk. Én azért azt kívánom, hogy olyan emlékművek is szülessenek a következő évtizedekben, amelyek az örömet fogják jelképezni, mint ez a jelképes életfa is. Úgyhogy ehhez még egyszer jó egészséget kívánok önnek. Köszönöm szépen. Kovács Sándor képviselőről beszélgettünk itt a gyönyörű alkotás előtt. Ön is megcsodálta, és gondolom, hogy sok-sok olyan emlék fölvillant, amit már azért sokszor elmondott itt a Semmelweis napon. Így van, nagyon sok ismerősnek a neve, és hát sok kórházigazgatót én személyesen is ismertem, akár mint gyermek, akár már mint felnőtt, és egy nagyon szép gesztus a kórház vezetése részéről és a Kátai Alapítvány részéről, hogy megörökíti azokat az embereket, akik vezették ezt az intézményt,
mindannyiunk megelégedésére, hiszen a legnagyobb egészségügyi intézmény az egész környéken, és méltán vagyunk rá büszke azokra a vezetőkre, azokra a dolgozókra, akik kátai díjasok voltak, akiknek a neveit fent van hátul tüntetve, fel van sorolva ezen az emlék művön, vagy pontosan nem is tudom, hogy minek nevezzem, mert nem emlékmű, hanem egy olyan figyelmeztető kő, olyan kilométerkő, amely megmutatja azt, hogy hol tartunk, és azt is megmutatja, hogy honnan érkeztünk idáig. Ez az intézménynek a múltját, és megmutatja a jövőjét is, hiszen nagyon sok hely van még a következő díjazottaknak, akik kátai díjat, vagy akár a kórházat vezetik, mint főigazgatók. Művész úrnak úgy fogalmaztam az előbb, hogy ez egy elkészült, de be nem fejezett emlékmű. Így van, mert ez a kórház 1967-ben elkészült, 68-ban át is adták, én már itt is születtem ebbe a kórházba, mert ez is elkészült, de sosem lesz befejezve, hiszen felújítjuk, fejlesszük, minden főigazgató hozzátette a maga ötletét, azok itteni dolgozók mindig hozzátettek valami újat, valami pluszt, mindig a kor követelményeinek megfelelően fejlesztették, és ezután is így fog fejlődni, és ez nem állhat meg. Tehát úton vagyunk, folyamatban vagyunk, a kátai kórháznak a fejlesztését folyamatosan kell végeznünk, tehát ugyanúgy, mint ez az emlékmű, ez a kilométerkő, ez is befejezetlen, hiszen van még munka, mutatja azt, hogy van még elvégzendő feladat. Eddig azért megyei önkormányzati elnökként tudott segíteni, most viszont a Magyar Országgyűlés tagjaként tud majd esetleg olyan forrásokat megszavazni, támogatni, amelyel a kórház, ahogyan is mondta, lehet folytatni az elkezdett felújításokat, vagy újabb dolgokat megvalósítani. Így van, mindenkinek, minden karcaginak, minden környéken élőnek kötelessége az, hogy fejlessze az egészségügyet, így nekem is. És amilyen lehetőségeim vannak Budapesten a parlamentben, azt mindegyiket ki fogjuk használni eddig a megyénél, most Budapesten, hogy fejlesszük ezt a kórházat, fejlesszük a magyar és a karcagi egészségügyet. Reméljük, minél több pénz fog érkezni Karcagra. Köszönjük szépen, és jó munkát kívánunk! Önmagában a pénz az kevés. Olyan értő szakemberek kellenek, akik ezeket a forrásokat jól fel tudják használni, jól tudják működtetni. Ezek a szakemberek megvannak, és most már tényleg csak az anyagi rész kell hozzá. Köszönöm szépen! Köszöntöm nézőnket a Kátai Gábor Kórházban az idei Szemmelweis nap ünnepség nagyon szépre sikeredett, hiszen egy nagyon szép emlékmű előtt állunk Nagy László Erzsébet főigazgató asszonnyal. Gondolta volna, hogy a bálban sikerül ezt az emlékművet megvalósítani ilyen rövid idő alatt? Én is tisztelettel köszöntöm a nézőket. Nagyon, nagyon necces volt, hogy sikerül-e megvalósítani, és nem is azért, mert hogy az anyagi forrás ne állt volna a rendelkezésre, mert ezúton is köszönjük mindenkinek, aki támogatta a célunkat és az alapítvány jótékonysági estjét, illetve annak a célját, hanem az idő rövidsége miatt. De úgy gondoltuk, hogy tekintettel arra, hogy az új kórház épület 1967 őszén került letételre az alapköve, és majd 68-ban kezdte meg a működését 440 ágyjal, hogy ezt a két éves, 50 éves évfordulót, a tavalyi jubileumi ülést követően most egy ilyen szép rendezvényel, a Szemmelweis napi rendezvény keretében átadott emlékművel, emlékhellyel sikerül megünnepelnünk. Nagyon sokan kaptak most is elismerést, és hát ahogy ön fogalmazott a beszédében, sokkal többeknek szeretett volna adni. Azt gondolom, hogy azért ez is jelzi, hogy egy nagyon jó csapat dolgozik a kórházban. Én úgy gondolom, hogy mindenki, aki hittel, hivatástudattal, odaadással, és sokszor nagy-nagy-nagy lelki és fizikai erővel végzi a nap 24 órájában a munkáját, az mindenképpen megérdemli a dicséretet, és megérdemli a köszönetet, és éppen ezért, hogy most 60 dolgozó, körülbelül 60 dolgozó kapott igazgatói dicséretet, illetve 25-30-40 éves jubileumi jutalom alkalmából oklevelet, ez az összdolgozói létszámnak a mindössze 10%-a. Tehát én úgy gondolom, hogy valóban sokkal többen, és sokkal több ember is fel volt terjesztve erre a igazgatói dicséretre. Reméljük, hogy a jövő évben még többet tudunk kiadni. Én addig önöknek jó munkát kívánok, és hát azt, hogy sikeres pályázatokról tudjunk beszámolni, hiszen azért mindig van olyan alkalom, hogy tudunk jönni, ami azt jelenti, hogy sikeresek a pályázatai a kórháznak, hiszen jövő héten pont Kunhegyesen lesz egy hasonló átadás.
Igen, hát részben a birkafőző fesztivállal sem akartunk ütközni, ugyanis nekünk a Semmelweis napi ünnepségünk az 5. éve, hogy kerti partival záródik. A kerti partinak a lényege pedig, hogy a szervezeti egységek versenyeznek egymással, és főző verseny lesz itt ma délután is. Ez már ma már hagyomány, 5. alkalommal valósul meg, és a jövő hétre ütemeztük a Kunhegyesi ápolási osztályunk, ez a 2. számú ápolási osztály felújított részlegének átadását, ami úgy néz ki, hogy tehát a 20-ával át is adta a kivitelező, most már a pipere takarítások folynak, tehát ezt még a jövő héten át tudjuk adni, június 30-ai határidő előtt. Akkor én azt kívánom, hogy újabb sikeres pályázatai legyenek a kórháznak, és jó munkát, és azt gondolom, hogy ahogyan is fogalmazott, mindenkinek köszönjük a munkát, hiszen karcagiként ide fogunk mi is, hozzátartozóink is ide kerülnek be, és önök az itt dolgozók fogják meggyógyítani. Így van, nagyon szépen köszönöm a jó kívánságokat, és a pályázatokon túl nyilván a dolgozói elismerés, úgy gondolom, tényleg a köszönöm, sokszor a köszönöm is nagyon sokat jelent, hogy minden dolgozó nevében nagyon szépen köszönjük, hogy a nézők részt vesznek, figyelik a kórház működését, fejlesztését, és támogatják azt, és sokszor tényleg, mint betegek vagy hozzátartozók, egy-egy köszönömmel köszönik meg az egészségügyi dolgozók munkáját. Kedves nézőink, már a megköszönöm megtisztelő figyelmüket, hívjanak bennünket, vagy írjanak nekünk a megszokott csatornákon, maradjanak velünk, mert egy rövid reklám után folytatódik a Karcag Televízió adása, a jövő heti viszontlátásra, és kellemes nyarat kívánunk önöknek!